A 2014-2015-ös bajnokságban szerzett bronzérem után gyengén kezdte a legutóbbi szezont a Baktolurant három vereséget követően a negyedik fordulóban szerezte meg első pontját az Illés László játékos edző által irányított együttes. Az ősz derekán egy 5 0 és egy 6 3 győzelemmel vett lendületet a Bakta, de a téli szünetet 13 ponttal, így is csak a 12. helyen töltötték Maricsék. A tavasz már lényegesen jobban sikerült, az újabb 29 ponttal a 7. helyi kapaszkodott fel a csapat a 12 győzelem 6 döntetlen és 10 vereség 69 lőtt és 45 kapott góllal párosult. Tavasszal nagy ecset után mi szereztük a legtöbb pontot, az összbajnokságban mi lőttük a második legtöbb gólt, úgy, hogy a szezon közben kiszállt nem, Tiszalökkel nem tudtunk játszani tavasszal, valamint Marics Gábor örvendesett, hogy már több alkalommal idén is természetesen 32 góllal gólkirály lett ő nagy büszkeség a városnak, valamint nagyon-nagyon örülünk, hogy hosszú idő után a Stekler Attila vezetésével a U19-ünk, az ifi csapatunk a második helyen végzett a nagyacsed mögött. A Baktalórendházi csapatot az elmúlt években az állandóság jellemezte, a holt szezonban nem volt jelentős játékos mozgás. Ezúttal sincs ez másként. Mindenkivel úgy váltunk most el a pihenőre, hogy mindenki marad. Egyedül Geda Gábor nagy kell sajnos befejezni a labdarúgás, hisz Gyulaházán elszakadt a kereszt a, amikor kikaptunk három egyre, mindenki marad, sajnos igazolni nem nagyon fogunk tudni, szeretnék két-három olyan srácot hozni, de nem nagyon körvonalazódik, és azt gondolom, hogy észszerűtlen és eszméletlen anyagi költségekbe nem fogok beleugrani. Van az ifjúsági csapatunkban négy-öt ember, aki már két éve edz a felnőttel, és ha baj van, majd ők fognak tudni segíteni. A felkészülést július 4-én kezdje el a csapat. A Baktalórendháza rendháza 1916-ban alakult, így ezen a nyáron ünnepli századik születésnapját az Egyesület. A centenáriumi rendezvény július 15-én egy közönség találkozóval kezdődik, amelynek az 1986-os mexikói világbajnokságon szereplő Nagy Antal, Kardos József és Salla és Andor lesz a vendége. Másnap délután a helyi öreg Ferencváros elleni mérkőzése zárja a programot.